következő fordulóban a Kecskemét vendégei leszünk. Egy rendkívül nehéz találkozó vár ránk, hiszen a Kecskemét kifejezetten jól játszik a bajnokságban. A bajnokság egyik színfoltja, így is nevezhetjük a lila-fehéreket. A Kecskemét után aztán jön egy másik kihívás számunkra, a Paks elleni összecsapása a kupában. A Paks elleni találkozó azért is speciális és különleges, mert csapatunk vezetőedzője Kemenes Szabolcs egyrészt játszott Pakson, másrészt nyugodtan tekinthetjük Bognár Györgyöt, Kemenes Szabolcs egyik mesterének, sőt, a mesterének. A mester a tanítvány ellen játszik, majd szerdán, de előbb jön a Kecskemét elleni bajnoki találkozó. Egyik meccs fontosabb, mint a másik. Az elmúlt időszakban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mindenképpen kell egy hazai győzelem, ami átlendíti a csapatot a holdponton. Ez megvan zsebben, de ez nem egy akármilyen győzelem volt, hiszen egyrészt nem kaptunk gólt, másrészt az első perctől az utolsóig egyértelműen bebizonyítottuk, hogy ki az uraháznál. Másrészt egy olyan csapatot vertünk meg, amely addig egyetlen egy alkalommal szenvedett vereséget. Én azt gondolom, hogy tényleg ez volt az a mérkőzés, ami átlendítette a csapatot a holdponton. Az öltözőben is így éreztétek a mérkőzés után? Tehát láttad azt a felszabadult állapotot csapaton belül? Hát, hogy átlendítette a holdponton, szerintem erről majd azért később fogunk tudni érdemben beszélni, hogy tényleg így van-e. Nem, egyáltalán nem volt eufória az öltözőben a meccs után, aminek megmondom őszintén, hogy én személy szerint örülök is. Borzasztó messze van még a kitűzött célunk, és az nekem kifejezetten tetszett a meccs után, hogy nekem nagyon úgy tűnt, hogy a srácok ezzel pontosan tisztában vannak. Tehát nyilván örültünk a győzelemnek, meg ők is örültek a győzelemnek, de pontosan tudták azt, vagy érzik azt, hogy ez az egy győzelem akkor fog átlendíteni a holdponton minket, hogyha konstansan tudjuk hozni az eredményeket, és mondjuk, ha januárban erről beszélgetünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy emlékszel arra a Siófok meccsre? Akkor azt mondtam neked, hogy az lendített át minket. Tehát azért odáig még hosszú az út, nagyon hosszú az út, és ebből a szempontból tényleg örülök, hogy nem volt ilyen óriási örömünnep, mint hogyha BL-t nyertünk volna. Mert... De Szabé, tehát edzői szempontból azért érzi az ember, kimegy az első edzés, egy győztes meccs után, tehát azért látod a mozgáson, látod a mosolygós arcokat, látod a felszabadult munkakedvet, tehát azért ilyen visszajelzéseket azért csak kap az ember, nem? Tehát hogy nyilván, valami megváltozott. Nyilván, persze. Mindig azt szoktam mondani a srácoknak, hogy a győzelemért is és a vereségért is 90 percet kell futni. Tehát akkor már inkább nyerjünk, és fussunk 90-et a győzelemért, mint hogy vereséggel hagyjuk el a pályát. Nyilván van egy ellenfél, aki ugyanazt szeretné, amit te. Tehát innentől kezdve ez egy nehéz buli. De nem volt az a giga eufória, méghozzá pont azért, mert ha ránézünk a tabellára, azért az még mindig arról árulkodik, hogy nekünk borzasztó sokat kell beletenni abba, hogy valahova jussunk ebben a szezonban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a srácok is tudják, érzik, és épp ezért helyén is kezelték ezt a Siófok elleni győzelmet, ami egy elképesztően fontos diadal volt. Tehát amit mondasz, azt nem akarom elbagatelizálni, de rendkívül fontos. Én azt gondolom, hogy létfontosságú, talán ezt is lehetne mondani, hogy győzelem volt. Az, hogy ez lesz a fordulópont, én csak nagyon bízom benne, hogy igen. De pont ebből adódóan, hogy a srácok is tudják, hogy még hosszú az út, nagyon hosszú az út, ezért nem volt ilyen kitörő lelkesedés, sokkal inkább azt éreztem, hogy oké, ez nagyon kellett, nagyon jó, hogy megvan, de akkor ezen az úton menjünk tovább és próbáljunk építkezni. Szabi, azért az edző is kap egy visszaigazolást, nem? Mert pont Remivel beszéltük, aki megerősítette, hogy most nem fogunk azzal foglalkozni, ha nyerünk, hogy akkor most hurrá hangulat legyen. Tehát ő is azt mondta, hogy tényleg az ember kiméljön ide, dolgozik, és nem kapja azt a munkát vissza, pontosabban azt az eredményt vissza, amit belefektetett. Edzői szempontból is fontos győzelem volt ez, hiszen kijöttetek, dolgoztatok a stáboddal, mert azt mondtad a stáb, vagy azt mondod, vagy azt hangoztatod, azt valójában a stábon belül mindenki egyformán fontos, mindenki egyformán fontos munkát tesz bele, és ugyanolyan sokat. Azért mégis itt vagytok reggeltől estig, 8-kor már itt vagytok, este 8-kor mentek haza, dolgoztok, az eredmények nem jönnek, tehát azért kell egy ilyen győzelem, hogy kapjon az emberi visszaigazolást, hogy azért nem dolgozunk hiába, azért mégis az a befektetett munka meg fog térülni elő vagy utóbb. Hát ez a cél. És abszolút persze, hogy így van. Tehát ez, még egyszer mondom, nagyon-nagyon örültünk a győzelemnek, és létszükséglet volt ez a három pont. Csak pont azért, mert látjuk, hogy még mi vár ránk, meg még mennyi teendőnk van, ezért nem is éreztem azt, hogy olyan óriás hurrá hangulatot kell teremteni,
mert nagyon bízom benne, hogy nem kell annyit várni a következő győzelemig, mint a ugye, Tiszakécske és a Siófok meccs között eltelt idő. Úgyhogy persze, ez rendkívül fontos, ez a része a dolgoknak, hogy legyen egy visszaigazolás. A felső házában lévő csapatok ellen kifejezetten jól teljesítünk. A Szombathelytől pontot vettünk el, a DVTK-tól pontot vettünk el, meg is nyerhettük volna a mérkőzést, a Vasastól elvehettünk volna egy pontot, csak hát az élet már csak ilyen, igaz, a Vasas is megnyerhette volna a mérkőzést, jön a Kecskemét, de azért valljuk meg, hogy a Kecskemét most már idestóva 12 mérkőzés óta veretlen, csak az első találkozóját bukta el a Budaörs ellen. Mégis én bizakodó vagyok. Hát örülök neki, hogy bizakodó vagy, nyilván mi is próbálunk azok lenni. A Kecskemét egy nagyon üde színfoltja egyébként ennek az MB2-nek. Tehát egy meglepetés csapat. Abszolút meglepetés csapat. Azért ez tendenciózus egyébként az MB2-ben, hogy a három feljutóból általában az szokott lenni, hogy egynek van egy kiugró szezonja, a másik kettő egy kicsit szenvedősebbre veszi a figurát. Ugye sajnos most a másik kettőbe kerültünk idén egyelőre. A Kecskő jól rajtolt, jól indult tényleg. Ráadásul nem egy ilyen ütönvágon tufa futballal érik el, amit elérnek, hanem ténylegesen egy még a látványra is adó focit játszanak. Nagyon jó eredményeik vannak, éppen ezért én örülök, ha optimista vagy, mert ez mindig kell. Éppen ezért én is azt gondolom, hogy egy ilyen focisabb mérkőzést fogunk játszani, ami adott esetben a mi karakterünkhöz jobban is illik talán, mint az ilyen nagyon verekedős, előre rúgom, utána szaladok foci. Meglátjuk. Az tény, hogy valamit a Kecskemét most jelenleg jobban csinálnálunk, úgyhogy ennek próbáljuk majd meg kihúzni a méregfogát, hogy ez ne így legyen. Nehéz ilyenkor csomagban kezelni egy mérkőzést, hiszen azért mégiscsak minden egyes találkozó fontos számunkra. Tudjuk, hogy a Kecskemét az ad nekünk kenyeret, hogy a Kecskemét elleni mérkőzés. A Paks elleni találkozó, ha tovább jutunk, akkor ez egy bravúr továbbjutás lenne. A kerület most már évek óta remekül teljesít a kupasorozatban, tehát azt is mondhatnám, hogy az óbudaiak részéről szinte elvárás, hogy egy első osztályi csapatot elcsípjünk, ami nem olyan egyszerű. Tehát a Paks jön majd szerdán, 00:30 játszunk itt a Paks ellen. Ráadásul a Paks 40 órával korábban játszik. Tehát igen nagy valószínűséggel Bognár György majd a gála csapatát fogja pályára küldeni, bár ha valaki, akkor Kemene Szabocs ismeri Bognár Györgyet. Tehát a Paks milyen csapattal fog idejönni, Szabi? Hát nem tud olyan gyenge csapattal idejönni, hogy ne ők legyenek a mérkőzés esélyesei, ez tény. Ráadásul én azt gondolom, hogy a létező legrosszabb sorsolást kaptuk, tehát talán a Fradi lett volna még ennél rosszabb. Hát ugye a Gyuri csapataira mindig is ez volt a jellemző, hogy mennek előre és próbálják ledózerolni az ellenfelet, ráadásul most megvan a játékos állomány is hozzá. Úgyhogy alapjában véve sok jót nem ígérhet elvileg nekünk ez a mérkőzés, de nyilvánvalóan ez azért a pályán egy kicsit majd módosulni fog, meg enyhülni fog ez a két különbség, vagy a nagy különbség a két klub között. De ettől függetlenül, amikor láttam a sorsolást, akkor nem voltam túlzottan boldog, megmondom őszintén, mert mondom, én azt gondolom, hogy a Fradin kívül a Paks játssza a legdominánsabb, legkarakteresebb futballt most egész Magyarországon. Ebből adódóan, ha bárki mást kaptunk volna az NB1-ből, akkor azt mondanám, hogy az egy picivel talán könnyebb falat lenne, mint a Paks vagy a Ferencváros. Úgyhogy ebből a szempontból nem kaptunk könnyű sorsolást. Számát az egy speciális mérkőzés, hiszen te játszottál Pakson, igaz, nem sokat. Ott játszottad először az utolsó mérkőzésedet az NB1-ben 5 évvel ezelőtt. Beszélj egy picit arról a fél évről, röviden, Szabi. Igazából az a fél év nem volt rossz, egyáltalán nem volt rossz. Ott a fél év végén volt egy kisebb nézeteltérés az akkori vezetőedző, ugye Csertő Aurél, akivel egyébként azóta már találkoztunk személyesen is. Ugye nyáron a Gyirbótel játszottunk felkészülési meccset, és senkiben nem maradt már tüske. Szóval a Haraszti Zsolttal a mai napig nagyon jó a viszonyom, ugye a Paksiak vezetőjével. Úgyhogy alapjában véve én jó emléket ápolok arról az időszakról. Akkor az valamiért úgy alakult, igazából bennem egyáltalán nem maradt tüske, de szerintem bennük sem, mert mondom, teljesen jó az emberi viszony. Ugye a Paks az egy nagyon érdekes hely. Nagyon érdekes hely. Én amikor ott voltam, akkor is azt mondtam a srácoknak, hogy ezt a kis szigetet, ami tényleg szigetet képez Paksot ebben az egész magyar labdarúgásban, ezt talán jobban meg kellene becsülniük a játékosoknak, mint ahogy akkor tették. És most azt érzem, hogy a Bognár Gyuri vezetésével kezd helyére kerülni az a társaság, kezdi magából kihozni azt a teljesítményt, amit tud. Nincsenek korlátozva a játékosok, tényleg szabadon, nagyon támadó futballt tudnak játszani, van bennük minőség, komoly minőség van bennük, megvan a klub anyagi háttere, tényleg maga a város nagyon élhető,
Tehát összességében, ugye van ez a filozófia, hogy csak magyar játékosokat alkalmaznak, tehát összességében ott minden adott egy olyan szerepléshez, hogy ne arról beszéljünk, hogy stabil bennmaradás, hanem beszéljünk arról, hogy valami komolyabb célok pakson. És most azt látom egyébként, hogy kezdi kimaxolni a társaság magából ezt a lehetőséget, vagy ezt a benne rejlő potenciált. Ez akkor, amikor ott voltam, nem éreztem, hogy annyira ez így történt volna, de azóta egész jó irányt vett a klub. A szavaidból én arra következtetek, hogy a Paksnak igen nagy esélye van, hát ha nem is nagy, de van esélye arra, hogy megnyerje a Magyar Kupát, tehát gondolom, hogy erre fogják ráhelyezni a hangsúlyt. Paksról eljöttél, és Budaörsön Bognár Györggyel találkoztál. Közhely, de tényleg igaz, a mester a tanítványa ellen fog meccselni. Ez egy pekuliáris, rendkívüli pillanat. Azt szoktuk mondani, hogy van Bielsa-féle felfogás. Különféle futballiskolákat beszélünk. Van olyan felfogás, olyan edzői filozófia, ami abszolút Bognár Györgyhöz kötődik Magyarországon? És hogyha igen, akkor te biztos, hogy ezt a családot erősíted. Ráadásul én nagyon tudok azonosulni a Gyuri filozófiájával. Tehát Budaörsön is, ugye, ami 2 évig együtt dolgoztunk, akkor is egyértelműen ez a nagyon rámenős, nagyon agresszív letámadás, előrefele, csak előre foci volt a jellemző. Budaörsön is eredményes volt, Pakson is eredményes volt, egyébként az általa hozott filozófia az MB3-ban nálunk is eredményes volt. Nyilván idén egy picit muszáj volt módosítanunk a dolgokon, mert az erőviszonyok megváltoztak, de az, amit ő tud, én azt gondolom, hogy az egy rendkívül fontos eleme a magyar labdarúgásnak, mert ha bekapcsolsz egy Paks meccset, akkor tudod, hogy ott valami történik. Ott nem lesz olyan, hogy 90 percig tolódgatnak jobbra-balra, és egy halálunalmas nézhetetlen 0-0-ás mérkőzést fogsz látni. Ott azt fogod látni, hogy gőzgépként megy előre az egyik csapat, vagy nyer, vagy nem. Ez már a mérkőzés apróságai múlik, de hogy valami történni fog a Paks mérkőzésein, az biztos. És nekem ez a szemlélet, ez nagyon szimpatikus a Gyuritól, és ő ezt konstansan viszi is csapatáról csapatára, és eredményes az NB1-ben is ezzel, és szerintem ez egy nagyon fontos kvázi tanítás, hogy az egész ligára nézve, hogy ez lehet így is. Ha megnézzük a közelmúltbeli mérkőzéseket, amik ugye hasonló karakterre működtek, hasonló forgatókönyvvel, a mester és a tanítványa találkozott. A tanítvány azért elég ritkán győzte le a mestert az elmúlt időszakban, elég, ha csak mondjuk a KJH, Pellegrini mérkőzése gondolok. De azt mondta, hogy talán a Fradi lett volna még a Paksnál is nehezebb, de bizonyos szempontból, ha egy picikét ezt megfordítjuk, akkor könnyű is, mert ha valaki, ahogy ezt említettem, te tényleg ismered Bognár Györgyöt, és tudod, hogy adott esetben hol lehet megfogni. De tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű. Igen, tehát lehet, hogy a táblá jól működik, tudod, hogy igen, itt és itt lehet valami keresnivalónk. Azt azért látni kell tényleg, hogy a Paks játékos kerete szerintem egy nagyon jó elegyet alkot. Tehát nem csak az, hogy minőségi játékosokból áll, hanem jó az elegy is. Tehát jók az arányok most jelenleg a keretben. És éppen ezért én azt gondolom, hogy ma a Paks ellen, a bárki pályára lép, nem mondhatja azt, hogy egyértelmű esélyes a meccsnek, még a Fradi sem. Úgyhogy ugye abból volt is balhé a Paks-Fradi mérkőzésből, mert ugye Gyuri hozzáállása a játékvezetők, az legendás. És éppen ezért igen, persze, megvannak azok a pontok, amiket lehetne használni ellenük, és ezt is fogjuk tenni, nyilván erre fogunk építeni. Abban nagyon bízom, hogy ezt minőséggel egy picit jobban meg tudjuk tölteni, mint például a felkészülési meccsen, vagy egy picit minőségileg jobban meg tudjuk tölteni, mint amit az NB2 megkövetel, mert azért ez mégiscsak NB1. Úgyhogy erre fogunk törekedni, aztán meglátjuk, hogy most a tanítványából mi sül ki.